Mondhatnék én itt bármilyen kreatív kedvcsinálót, úgy se tudnék mindent belesűríteni a mostani PTB devnótjából. Mert hogy megpakolták elég rendesen. Egy új mechanika lép életbe a háromgeneztetés ellen. Bekerül az FOV, azaz látószög skála. Ismét variáltak Orion, Hillbilly-jó néhány buffot kap, míg Blight addonjai gyengítve lettek, perkeken variáltak, mint például a Save the Best for Last és Ruin, és még az Ormondhoz is hozzányúltak. Hát, szép napokat vagy estéket. A videót délután 3-kor felvevő Mark fejében meg se fordult a gondolat, hogy nagy eséllyel része lesz ennek a PTB-nek a majd január 30-án érkező túlélő is, aki nem más, mint Alan Wake. Úgyhogy ugyan nem a napfényes és kevésbé táskás szemű Mark mondja el majd a részleteket a perkjeivel kapcsolatban, de remélem azért megteszem majd én is. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha érdekelne az imént felsorolt változtatások és újdonságok közül bármelyik is, akkor tarts velem! Ugyanis minden lényegi részletét elhoztam a 2024. januári PTB-nek a Goosebump mai videójában. Viszont először is szeretném megköszönni a csatornatagok támogatását. Nagyban hozzájárulnak a csatorna fejlődéséhez és ahhoz, hogy töretlenül tudjon fejlődni a csatorna. Illetve külön köszönet a képernyőn látható produkciós asszisztens és gyártás vezető tagoknak. Illetve videóban szeretném köszönteni a produkciós asszisztensek körében Rolf Zétét. Köszönöm szépen a támogatást és jó szórakozást a tagság nyújtott előnyeidhez. Na de viszont, mivel van bőven miről beszélnünk, ezért mindenféle időhúzás nélkül kezdjünk is bele. A készítők észrevették, hogy különösen nagy problémát tud okozni, mikor egy gyilkos egy 3-gen szenáriót próbál meg felállítani. Ez ugye azt jelenti, mikor 3 egymáshoz nagyon közel lévő generátort véd a gyilkos, és nem megy el ezek közeléből, ezzel megtagadva az alapjáték mechanikákat és a túlélők esélyeit, mint a Chase. Erre pedig a következő megoldást találták ki. Innentől kezdve mindegyik generátor 8 romlási eseményt tud kapni. Ez azt jelenti, hogy összesen 8-szor tudja megrúgni a gyilkos. És megrúgásnak számít az is, ha mondjuk egy Scourge Hook Pair Resonance vagy egy Surge Area generátort. Ha egy generátor megkapta mind a 8 romlási lehetőséget, onnantól kezdve nem lesz a lehetősége a gyilkosnak megrúgni azt az adott generátort. Illetve a különböző perkek által sem fog romlani. Ehhez viszont 2 apró buff is társul a gyilkos oldalon. Az egyik, hogy mostantól instant 5%-ot fog veszíteni a generátor, amennyiben egy gyilkos megrúgja azt. Ez idáig csak 2,5% volt. Illetve, hogy elkerüljék a készítők a túlélők által sokszor használt gentappinget, vagy más néven megfogást, legalább 5%-ot vissza kell szerelni a túlélőknek egy romló generátorba, hogy az tényleg abba hagyja a romlást. Ha kevesebb haladás lett elérve, mint 5%, a generátor elengedése után az ismét romlani kezd magától. Így elsőre egyébként szerintem egy egészséges változtatásnak tűnik. A gyilkosok alap progresszelvétele is meg lett növelve, és a túlélőknek most már 2-szer is meg kell gondolnia, hogy vajon elkezdi-e megszerelni azt a gent, amibe éppen most rúgott bele a gyilkos, vagy pedig még hagyja egy picit romlani, ameddig esetleg távolabb megy a killer. Annak pedig azért kifejezetten örülök, hogy meghagyták a készítők a generátor őrzés lehetőségét. Van, amikor egyszerűen rászorul és rá kényszerítik a túlélők a gyilkost arra, hogy egy vagy 2 viszonylag jól álló generátort védjen. És akár rúgja is meg egymás után többször. És ezzel a 8 romlási eseménnyel azért lehet mit kezdeni. Ha meg ennél többször kéne vagy szeretnéd pontosabban megrúgni a generátort, akkor nagy eséllyel egyébként már alapból is vagy nyerésre állsz és csak feleslegesen próbálod feltartani a túlélők egyetlen becsületgennyét, vagy pedig lehet, hogy egy veszett fejsze volt alapból az a gen.
De a gyilkosok szemében, no pun intended, szerintem sokkal jobb fényt vet az FOV slider behozatala. Ezzel lehetősége lesz az FPS nézetű gyilkosok szemszögének beállítása a béta fül alatt. A minimum 83 fok lesz, a maximum pedig 103. Az első az alapbeállítás, míg a második a jelenlegi Shadowban perkel elérhető szög. Úgyhogy innentől kezdve már nem kell csak azért egy perket kötelező módon vinned, mert mondjuk motion sickness-től szenvedsz az alapkamera szűkössége miatt, vagy csak szimplán kényelmesebb számodra a nagyobb látótér. Viszont fontos észben tartani, hogy ez a beállítás Chucky-ra nem vonatkozik, ugyanis ő TPS nézetben látja a világot. Egy régóta kért és várt kis csúszka, ami így 2024-re végre be is kerül a játékba. Sok mindent igazából nem tudok róla elmondani, örülök, hogy a készítők végre beemelik a játékba. Oriót minden tekintetben változtatták. És javarészt nem mellesleg visszahelyezték a régebbi Orió tulajdonságait. De először beszéljünk a Condemned jelzők kiosztásáról és a tévékről. Ha a túlélő kezében tart egy kazettát, az többé nem védi meg őt további Condemned jelzők megszerzésétől. A kazetták többé nem semmisülnek meg, továbbá nem adnak Condemned jelzőt a túlélőknek, ha Sadako megüti őket, miközben náluk van egy. A kazettákat innentől csak a legtávolabbi tévébe tudják majd behelyezni a túlélők, a felvételi helytől függően. Az Orió teleportálási kódánya pedig teljesen el lett tüntetve. És akkor most tessék erősen megkapaszkodni az asztal szélébe, ugyanis az eddigiek lényegében visszahozták a régi Oriót. Viszont van itt néhány teljesen új dolog is. Az egyik, hogyha az Orió teleportál, minden bekapcsolt tévé 16 méteres körzetében lévő túlélő kapni fog egy egységnyi kondemnet. Illetve, ha egy túlélő felakasztásra kerül, az addig megszerzett és el nem távolított Condemned jelzői lezáródnak. Ez azt jelenti, hogy nem lesz lehetősége ezeket a jelzőket az adott túlélőnek eltávolítania. És van még itt két apróság is. Az egyik, hogy Sadako ismét képes demanifested állapotban is csészben lenni a túlélőkkel, régi Sadako, és 1,2 másodperce lett emelve a láthatatlansági fázis ideje a gyilkosnak demanifested állapotban. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy innentől kezdve nem lesz rémisztő egy olyan Sadako ellen menni, aki tudja is, hogy mit csinál. Papíron egyébként és önmagában tök jó a változtatás, hogy képtelenek eltávolítani a túlélők az akasztás előtt megszerzett és el nem távolított stackeket. Viszont így, hogy nem csak akkor kapsz stacket, amikor Sadako ahhoz a tévéhez teleportál, aminek te éppen a közelében vagy, hanem elég csak, ha egy bekapcsolt tévé közelében vagy, miközben ő teleportál, ja, és akkor még emellé levették a kódányát a teleportálásról. Nem akarok már itt egyébként még az éles update kijövetele előtt több ördögöt is a falra festeni, de mit fogunk csinálni egy a teleportálást folyton spamelő Sadako ellen? Persze, ha szerencséd van, akkor kiveszed a hozzád közeli tévéből a kazettát, és akkor legalább oda nem fog tudni jönni egy ideig, tehát kvázi egy kis ideig nem kapsz majd Condemnedet, de ez a jobbik eset. Inkább úgy mondanám, hogy a szerencsés. És ne értsetek félre, egy sokkal opresszív Onryu egyáltalán nem rossz dolog. Tekintve, hogy az első mennyire unalmas volt és egyébként gyenge, a második meg az egyik legkönnyebben counterölhető gyilkos. Megfogsz egy kazettát még a kör legelején, és szorongatod szépen miközben szerelsz, ő pedig teleportált magának világgá. Viszont az Oriót erősítő újdonságok és a régi Orió elemeinek visszaemelése így együtt, na majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Illetve egyébként néhány addonját is variálták, hogy jobban passzoljon az új, régi képességéhez. Viszont van itt még nekünk egy görnyed hátú, általam olyannyira imádott férfiú, aki egy picike buffot kap majd. Hillbilly eszköztárából teljesen eltávolítják az overheat mechanikát. És egy teljesen új Overdrive rendszer lesz helyette.
A láncfűrész használatával lehet feltölteni a képességikon körül található csíkot, ami ha teljesen körbeér, 20 másodpercre a következő hatások lépnek életbe. A láncfűrészt 5%-kal gyorsabban tudod felhúzni. A láncfűrésszel való haladás 13 méter per szekundummal gyorsabb. A láncfűrésszel való futás kuldánja 10%-kal kevesebb. Ezek mellett pedig néhány helyen kitisztították a gyilkost. Az alapchainsaw sprint most már 10%-kal gyorsabb. A láncfűrész collision detectionjét, avagy hitbox csatlakozását csökkentették, ezzel manőverezhetőbbé téve a szűkösebb vagy épp zsúfoltabb helyeket. A kamera érzékenysége már nem a kontroller érzékenységéhez lesz igazítva, miközben egeret és billentyűzetet használ a játékos. Így a láncfűrész irányítása már 100%-os érzékenységet tükröz. Jelentsen ez egyébként bármit is. A hatalmas overheat mechanikát beemelő patch óta végre úgy tűnik, hogy kezdik észrevenni a készítők, hogy mennyien is szeretik Billit. És egyébként nem úgy, mint én, hogy szeretnek ellene játszani, hanem úgy mennyien élvezték egyébként, mint gyilkos, és mennyire szerettek vele játszani. Papíron meg elolvasva szerintem tök okésak a változtatások, és még ijesztőbbé tud majd tenni tapasztalt Billi játékosokat. Mert hát nála ugye meghagyták a skill expression fogalmát az ügyes játékosok számára. Illetve Billi addonjain is variáltak, hogy passzoljon a változtatott alapeszköztárához és ugye az overdrive mechanikához. Viszont ha addonok, akkor nagyon sürgősen rá kell térnünk a következő gyilkosra. Blightnak összesen 6 addonját változtatták, vagy dolgozták teljesen újra. Ezek pedig a következők. Blighted Red és Blighted Crow. Ezek a továbbiakban egy 2-3%-os speedboostot fognak adni a gyilkosnak rassonként. Az eddigi 4 és 6 helyett. Adrenaline Vial. Az addon a továbbiakban nem fogja egy másodperce hamarabb visszatölteni a rush tokeneket, illetve 10%-kal sem fogja gyorsítani a rush gyorsaságát. Azonban ugyanúgy 2-vel több rush tokent ad a játékosnak, 20 fokkal megnöveli a rush közbeni látószöget, és 55%-kal csökkenteni fogja a fordulási rátát rásolás közben. Alchemist Ring. 20%-kal megnöveli a rásolás idejét minden egyes sorozatban történő rásolás után. Compound 33. Minden egyes sorozatos rás, ami 4 méternél hosszabb, 33%-kal növeli a fordulási rátát. Végül pedig Iridescent Blight Tag. Blight képes a rás akció végrehajtására tokenek fogyasztása nélkül. A szerezhető rush bónuszok 3-ra vannak limitálva. Miután pedig egy sikeres lethal rush akciót hajt végre a gyilkos, képessége 20 másodperces visszatöltési időre megy. Tudom, hogy nem igazán hihető, de nem vagyok egy nagy Blight játékos. Viszont ha jól értelmezem, akkor ez az utolsó Iridescent addonja lényegében egy végtelen rush-t ad neki, ami cooldownra megy, hogyha megüt valakit. Hillbilly, te vagy az? Nem tudom, hogy ez mennyire lehet problémás, mert ugye a rush bónuszokat csak 3-ig tudja halmozni a gyilkos, de ha van köztetek olyan esetleg, aki ezekhez egy picikét jobban ért, akkor kíváncsi lennék a véleményetekre. Kéne aggódnunk, vagy nem kell annyira pánikolni, mert ezzel egyáltalán nem lesz semmiféle baj. A többi változtatás meg hát... vannak. A speed nerföket biztos, hogy meg fogják érezni a nagy Blight mainek, az Alchemist Ring viszont szerintem még így is egy teljesen jó opció maradhat a teljes reworkjével együtt. De nem is annyira akarom egyébként ezeket tovább szakértani, mert szerintem nagyjából 5 órán van Blight-tal. Úgyhogy haladjunk is tovább. Összesen 6 darab perket változtattak meg, vagy dolgozták át teljesen a készítők. Ezek pedig a következők. Save the best for last. Minden egyes alaptámadás után egy tokent kap a perk, ami 4%-kal csökkenti, az eddigi 5 helyett, a sikeres alaptámadások utáni animáció idejét. 2 token azonban elvesztésre kerül, ha az obsession bármilyen módon is, de megsérül vagy a földre kerül. Grim Embrace.
A Perk eddig azt tudta, hogy miután minden túlélőt egyszer felakasztottál, az entitás lezárta az összes generátort 40 másodpercre, és megmutatta neked az Obsession auráját 5 másodpercre. Ez a továbbiakban is megmarad, viszont minden egyes túlélő első akasztása után 12 másodperccel le fogja zárni az entitás az összes generátort, amint elhagyja a gyilkos a felakasztott túlélő 16 méteres körzetét. Quick Gambit. A perk egy 5%-os, eddig 8 volt, szerelési gyorsaság bónuszt ad a túlélőknek, amennyiben a perk használója 36 méteres körzetében vannak, az eddigi 24 méter helyett, miközben őt üldözi a gyilkos. Hex Rune. Az a rész, hogy 100%-os gyorsasággal romlanak vissza maguktól a generátorok, érintetlen marad. Viszont most már nem fog kialudni a Hex magától, amennyiben meghal vagy feláldozásra kerül egy túlélő. Shadowborn. Mikor megvakulsz, történjen az bármilyen módon, 10 másodpercre egy 10%-os gyorsaság bónuszt kapsz. És végül Monitor and Abuse. A perktől elvették az FOV módosító hatást, a továbbiakban csak annyit fog csinálni, hogy chase-en kívül 16 méterrel csökkenti, chase-ben pedig 16 méterrel növeli a gyilkos terror rádiuszát. Na tehát. Lévén, hogy azért volt itt jó néhány perk jó néhány változtatással, mindegyikről szólnék néhány szót. A Save the Best for Last változtatás szerintem jónak hangzik, viszont most már majd még jobban lesz ignorálva az Obsession, ha ő maga nem fedezi fel, hogy a gyilkos ezt a perket használja. Illetve az sem lesz túlságosan kellemes gyilkosként, mikor csak annyit látsz, hogy az Obsession for the people-ozik, vagy plot twist-el egyet, és neked pedig ugrik két stacked. A Grim Embrace egy érdekes változtatás. Továbbra is az fogja jutalmazni a perk, hogyha minden egyes túlélőt felakasztasz egyszer, és nem pedig tunnelözöl vagy társai, viszont most már az idáig vezető úton is ad neked egy kis segítséget majd a perk. A Quick Gambit eddig egy szar perk volt, a továbbiakban viszont egy nagyobb rádiuszban terjedő gőzögő kakkakupac. A Ruin variálást 101% hogy fogjuk majd szédni túlélőként, mikor nem tudjuk megtalálni a hexet, de tekintve, hogy csak 100%-os romlási sebessége van a perknek már egyébként egy jó ideje, teljesen érthető a változtatás. A Shadowborn. A játékosok reklamálnak, hogy a játék egészségének érdekében nem túl jó ezek a különböző hasted stackelő perkek. Tehát a készítők kiadnak egy 10%-os haste effektet adó 10 másodperces perket. Make it make sense. A Monitor and Abuse meg eddig is igazából más perkekkel kombozva tudott okés kategória lenni, és ez a továbbiakban is így fog maradni. Az utolsó szegmensünk pedig az Ormond Gameplay Update. A készítők szerint rengeteg piknikasztalos lup volt a pálya egyik oldalán, ami sok gyilkos ellen semmit nem ért. Úgyhogy a pálya ezer részét izgalmasabbá tették. A szálló hátulja mögött lévő silészes részt viszont tovább zsúfolták? Lényegében észrevették és rájöttek, hogy mi olyan irritáló ebben a pályában, bizonyos gyilkosoknak a nagyságon kívül, és azt mondták, hogy jó. Tehát akkor ezen az aspektuson nem változtatunk. Nem mondom, hogy rosszul néz ki, mert nem teljesen igaz, de picit humoros egyébként, hogy előbb kaptunk egy újabb Ormond Reworköt, mint mondjuk egy mocsarat. És van még itt egy kétsoros kis irománya a DevNote végén, amit most nektek szóról szóra lefordítanék. Ugyanezek nem lesznek bent az érkező PTB-ben, az első limitált idejű módosítóink a Dead by Daylight Lights Out, avagy magyarul Fények le, az elkövetkezendő hónapokban fognak érkezni. Maradjatok résen, hogy több részletet is megtudjatok. Ez nekem egy új játékmódnak tűnik. Mondjon bárki bármit. De ha neked esetleg valami teljesen más, akár sokkal elborultabb és kreatívabb ötleted lenne, akkor várom azt a hozzászólások között. Ezzel pedig a PTB tartogatta újdonságok és változtatások végére is értünk. Hittem ezt én még néhány órája. Ugyanis itt van nekünk még egyenesen a Dead by Daylight-ban Alan Wake is. És mint ahogy mindegyik más karakter is, ő is három perkkel érkezett a játékba. Első a Champion of Light.
Ha a kezedben van egy zseblámpa, a perk aktiválódik. Mikor világítasz a zseblámpával, 50%-kal gyorsabban mozogsz. Ha sikeresen megvakítod a gyilkost, 20%-kal lassabban fog mozogni 6 másodpercig. A hatást nem lehet halmozva használni önmagával. Használat után 60 másodperces visszatöltési időre megy a perk. A második, Boon Illumination. Nyomd meg és tartsd lenyomva az Ability 1-es gombot, hogy egy Dual Totemet Boon Totemmé állj. Ezzel egy 24 méter sugarú területet létrehozva. Ha egy túlélő a Boon területén belül áll, minden láda és generátor aurája láthatóvá válik számára. Illetve ha megáldottál egy Dual Totemet Boonná, 10%-kal gyorsabban szed szét vagy áldasz meg totemet. Egyszerre csak egy totemet tudsz megáldani, és arra a totemre kerül majd az összes aktiválható Boon perked. Végül pedig Deadline. A perk aktiválódik, amikor sérült vagy. A gyógyítás és szerelés közben érkező skill checkek 10%-kal sűrűbben fognak jönni, és véletlenszerűen fogja őket elhelyezni a képernyő bármelyik részén a játék. A skill checkek elrontása után 50%-kal kevesebb haladás kerül majd elvesztésre. Na akkor. Néhány percet tartottam csak a hisztet adó Shadowborn rendemet. És most így ezek után még kevésbé értem. Vagy hát értem, de hadd magyarázzam el. A Behavior kiad egy perket, amivel egy 10%-os gyorsaság bónuszt kapsz 10 másodpercre, miután megvakítanak téged egy lámpával, vagy flashbanggel, na értitek. És ezzel együtt kiadnak csak valós pénzért egy olyan perket, ami pedig 20%-kal lassítja le a gyilkost 6 másodpercre, miután megvakítottad. Te most tényleg egy nappal ezelőtt létrejött perkre próbálsz nekem valós pénzért eladni egy countert? És miközben így érzek, nem tagadhatom le, hogy egyébként megtetszik az ötlet. Ahogy egyébként a Shadowborné is. Csak úgy érzem, hogy mivel a két perk egy és ugyanazon a napon fog kijönni, ugyanabban a patchben és a többi, ezért mindenki szanaszét fogja őket használni, és folyamatosan ki fogja ütni egyik a másikat. Ami nem baj, mert idővel úgyis le fog majd csillapodni, csak szerintem kicsit érdekes, hogy a két hatás ennyire összeütközik egymással, és mégis egy napon adják ki őket. A Boon perk... okés. Ez az a perk szerintem a három közül, ami kifejezetten azoknak a játékosoknak lett kitalálva, akik egy percet nem játszottak még a DBD-vel, hanem az LMV-k licensz bekerülése miatt próbálják majd ki. Nagyon fontos befolyásoló tényező, hogy hol vannak mégis a generátorok, és nagyon sok olyan helyzet is tud lenni, mikor jól jönne egy láda kinyitása. És ezzel a perkkel pedig nem kell keresned, hanem beleállsz, megnézed, hogy merre vannak, és megindulsz. Viszont egy tapasztalt játékos nagyjából azért tudja a generátorok elhelyezkedését, és pláne a ládaszpónokat. 10%-os áldási vagy szétszedési bónusz meg szerintem nem valami sok. De nagyon is örülök, hogy gondoltak a készítők az esetleg újonnan érkező játékosokra. És akkor ezzel szemben a Deadline-t mindenkinek ajánlanám, kivéve a kezdőjátékosoknak. Méghozzá két dolog miatt. Az első, hogy a több skill check több hibázási lehetőséget ad. Arról pedig nem is beszélve, hogy eleinte tényleg mennyire ijesztőek és stresszesek ezeknek a skill checkeknek az eltalálása, nemhogy még a képernyő különböző részein feltűhetnek. Viszont a fontosabb tényező az, hogy így önmagában nem túl hasznos. Viszont ha már mondjuk megvannak más karakterek vagy csak a perkjeik, akkor egy hyperfókusszal vagy egy autodidacttel kombinálva, szerintem már kezdhetitek látni, hogy mire próbálok kiukadni. Úgyhogy ezzel majd szerintem inkább a picikét is tapasztaltabb játékosok tudnak majd szórakozni, vagy szimplán csak azok, akik szeretnének egy kis hívás szerelés közben. És akkor most már valóban, a PTB tartogatta újdonságok és változtatások végére is értünk. Szerintem mindenkinek kell most egy kis idő, mire ez az egész, szinte már a tankönyvszerű infóhalmaz legülepedik. Viszont annyi biztos, hogy gyilkos oldalon történik majd jó néhány változtatás, mind buffok, mind pedig nerfök terén. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót.
Remélem sikerült mindent érthetően elmagyaráznom, és már minden tiszta a várható frissítéssel kapcsolatban. Amennyiben egyébként te magad is elolvasnád a Behaviori hivatalos közleményét, a leírásban elhelyeztem a linket, ahol el tudjátok olvasni a teljes devnótot. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor nyomd meg a lájkot és iratkozz fel a Goosebumps YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!